Sziasztok drágáim, a mai napra hoztam nektek egy gyönyörű babás valentinnapi sminket. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy is készítettem el, akkor tartsatok velem most is. De mielőtt elkezdenénk ezt a sminket, ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Nos, hát akkor kezdjük is el ezt a valentinnapi sminket. Ahhoz, hogy még kipihentemnek tűnjek, egy Q10-es szem alatti maszkot raktam fel. Imádom, ugye tudjátok, hogy ez a szérumomnak a testvére. Most már ilyet mindig használok, hogyha valahova megyek, vagy felvétel van, vagy ilyenek. Vagy ha sminkelek másokat, akkor is használok. Feldobjátok 20 perc, és leveszitek. A következő lépésben felviszem a primeremet. Aztán jön a kedvenc alapozom. Oké, hogyha megvolt az alapozásunk, akkor most csak annyit csinálok, hogy fixáljam az alapozót, hogy egy kicsit felviszek egy kis púdert. Csak vékonyan, ugyanis majd ha kész a szemsminkem, akkor vissza fogok térni még rá, és így ennyi is. A következő lépésben egy ajak hidratálót viszek fel. És akkor kezdhetjük is a szemsminkünket. Igazából az egy gyönyörű csipke ruha inspirálta a mai sminkemet. Egy ilyen babás rózsaszínes sminket fogunk elkészíteni, úgyhogy kezdjük is el. A 120 színes palettámat fogom használni, de bármilyen rózsaszínes árnyalatokat használhatok. Én három rózsaszínt fogok használni, halványabbat, egy közép rózsaszínt és egy sötétebbet, illetve egy negyediket fogok majd, ami fényes lesz, a mozgó szemhéjem alatt tenni. Úgyhogy kezdjük is el, kezdünk egy igen-igen halvány rózsaszínnel, így mutatom meg. Amit ide a külső V-be kezdek el felvinni. Egyébként ezek a 120 színes paletták nem túl pigmentáltak, tehát kezdőknek nagyon-nagyon ajánlom, ugyanis kezdőknek nem szoktam ajánlani a profi, nagyon pigmentált palettákat, ugyanis az sokkal nehezebb eldolgozni. Így viszont sokkal könnyebb felépíteni egy sminket, hogy mindig teszünk hozzá egy picit. És egészen feljövök ideáig vele, csak már teljesen eldolgozom itt, de itt is kihalványítom, tehát az egész szememet kihalványítom vele, és adok neki egy ilyen kis rózsaszínes beütést. Oké, most jön egy kicsit sötétebb rózsaszín, amivel szintén a külső vén fogok dolgozni. Egy ilyen kellemes, kis aranyos, de szép sminket szeretnék készíteni. Ugyanis szerintem a férfiak azt szeretik igazából, amikor olyan kis aranyosak vagyunk, szerintem mi lányok, és akkor olyan kis büszkék ránk, hogy milyen kis hülyék vagyunk, szerintem. Én legalábbis azt vettem észre. Nem sokszor sírtam fiú előtt amúgy, én például, de hát egyszer-kétszer azért előfordult, és egyszer megkaptam azt, hogy Úristen, de szép vagy! Most nem tudom, hogy megvigaszoljak, vagy gyönyörködjek, mert úgy sírsz, mint a filmekben. Hát mondom, köszi szépen. És ugye ez türelem játék, mindig. Minél többet csináljuk, annál igényesebb és annál szebb lesz a sminkünk. Aztán majd ne felejtsetek elmesélni, hogy ki mit kapott Valentin napra, jó? Jó, ha úgy látom, hogy nagyjából megvan, akkor folytatom egy icipicit sötétebbel,
De ezt már csak ide a sarokba teszem fel. Jó, és most felkerül a mozgó szemhéjunkra a főszínünk, ami a Miss Rose palettámból lesz ez a szín. Ez egy eléggé pigmentált paletta. Egyébként nagyon-nagyon szeretem. Gyönyörű színe van, mint látjátok. Először ütögető mozdulatokkal viszem fel, aztán így meghúzom. Természetesen egy kicsit ramírás legyen, és egy kicsit szexi is. Egy nagyobb műszempillát fogunk feltenni, amire ragasztottam pár strasszkövet, úgyhogy azzal is egy kicsit játszottam. Illetve egy szemkihúzást azért fogunk csinálni, hogy még szexibbek legyünk. Oké, most még annyit fogunk csinálni, hogy egy fényes pirosítóból ezt a kicsit rózsaszínes árnyalatú színből felveszek egy kicsit, és megvilágosítom a szemöldök csontomat vele. Oké, most jöhet egy tusvonal. Ami igazából se nem vastag, se nem hosszú, se nem vékony, hanem egy ilyen kis közepes, ilyen kis, szintén csak ezt tudom erre mondani, hogy ilyen kis hercegnős. Oké, hogyha meg vagyunk a gyönyörű tusvonalunkkal, akkor kifestjük a szempillánkat kettő rétegben. Oké, hogyha készen vagyunk a pilláinkkal, akkor felragasztunk egy nagyon hosszú, nagyon csábos, nagyon szép műszempillát, amit megbolondítottam azzal, hogy ráragasztottam három gyönyörű szép követ. Egyszerűen a szempillaragasztomból kicsit rácsepegtettem, és belenyomtam a követ, és ilyen szép. És ezzel egy kicsit feldobjuk még jobban a sminkünket. Oké, hogyha felvettük a műszempillát, akkor ilyen gyönyörű lesz a tekintetünk egyből, és nézzétek meg, hogy ezek a kövecskék milyen szépen mutatnak rajta. Remélem, hogy látszik is. És akkor itt el szeretném mondani, hogy drága menyasszonyok, tudom, hogy nálatok nagyon-nagyon közkedvelt a köves műszempillás küvön, ami gyönyörű is, és nem is akarok senkit lebeszélni róla, de hogyha egy napon van a fotózásod és az esküvőd is, akkor semmiképpen ne válasszál köves műszempillát, ugyanis a fotókon becsillan, és az összes fotót szinte tönkre teszi, ugyanis ahogy a fotón becsillan, olyan, mintha ott lenne valami, mintha sírnál, tehát egy folt lesz a fotón rajta, úgyhogy köves műszempillát fotózásra nem használunk. Folytassuk is a sminkünket, jöhet a korrektor. És most úgy nézünk egyből, mint valami Apache Indian. Egy szivacsal eldolgozzuk. Oké, ezt fixáljuk egy kis púderrel. Vékonyan. Aztán a Benlájnak a puderjéből is felviszek. Ez is igen szexi. Egy kicsit rajta hagyom, de a Benlájnak ez a puderje nagyon-nagyon erős, hogy sokáig ne, addig egy ceruzácsettel és a rózsaszínnel elkezdem itt alul is építeni a sminkemet. A fényes színnel, amit a mozgó szemhéjamra használtam, azt használom most ide alulra is, hogy kis fényesek legyünk, amikor kifestjük az alsó szempillákat, akkor ott mögötte fényes legyen. Egészen addig hozom le,
ezt a szint, ami kb. A szempillám ér, és egy picit tovább. És jó erősen, hogy látszódjon is majd. Oké, egy satíroz ecsettel kicsit elsatírozom. És most le forralom a púdert. Ez a kedvenc kólám amúgy. Nem reklám, de kurva finom. Oké, következő lépésben az alsó szempillámat is kifestem kettő rétegbe, de úgy, hogy még hercegnősebb és még szebb legyen a tekintetünk, hogy első rétegben mindenhol, a második rétegben pedig már csak a szemem közepétől kifele. Ilyen nagy műszempillákkal egyébként nehéz kifesteni alul, de figyeljetek oda! Oké, ha ezzel meg vagyunk, akkor nézzétek meg, megmutatom, hogy milyen szép lett. Azt szemünk. Oké, jöhet is az arcunk, amire kicsit visszaszaladok és bepuderezem. És jöhet is a kontúrozás, amit a bronzosítással kezdjük. Szépen felépítem először keveset, aztán egyre-egyre többet és egyre-egyre sötétítem, rakok egy kicsit az államra is, aztán a homlokomra, oké, formázom az orromat is. És aztán jön a pirosító, amit egy ilyen kis babás pirosítót viszek fel először. Aztán ha ez megvan, akkor ebből a fényes pirosítomból is viszek fel. Pedig tudjátok, hogy én nem szeretem a fényes pirosítókat, de vannak bizonyos mékek, amihez gyönyörű, és ez például ilyen most. A fényes pirosítókkal soha nem csinálunk almákat ide, hanem csak ide visszük fel. Azért vittem fel alá a másik pirosítót, hogy abból vittem fel egy kicsit ide is, de ebből csak így innentől viszek fel. Jó, jöhet a highlighter, amit egy ilyen kis avonos stickest viszek fel először. Ugyanis, amikor ilyen elegáns sminkünk van, mint most, akkor én csak éppen, hogy ide szoktam vinni highlightert fel, de oda brutális módon. Éppen ezért most szivacsal fogom felvinni, egyszerűen belenyúlok, és ahol felvittem, oda végighúzom. Az orromra is. És a végén egy kicsit ecsettel is. És nézzétek meg, hogy mivel a pirosítom is egy kicsit fényes, itt már elkezd sejtetni, és akkor itt meg már brutál fényes, ugye? Oké, jöhet az ajkunk, amit szintén ilyen kis rózsaszínesre szeretnék megcsinálni, méghozzá fényesre. Úgyhogy egy rózsaszínes szájceruzával kihúzom a számat. Ha megvagyunk a szájkihúzásunkkal, akkor egy ilyen kis púderes rózsaszínt fogok felvinni az ajkaimra, rúst.
És mint látjátok, már okosan választottam ki a szájceruzát, ugyanis sötétebbet választottam ki, így az ajkaim belül világosabbak lesznek, kívül sötétebbek, és így is sokkal dúsabbnak fognak tűnni az ajkaim. Ezt, hogy még fokozzuk, fel fogok vinni a Revolution-tól egy barackos szájfény, méghozzá azért barackos, mert mint látjátok, a ruhám is ilyen rózsaszínes barackos színű, úgyhogy azt nem is szeretném, hogyha ilyen lenne. Hát azt hiszem, hogy el nem mondják azt, hogy gyönyörűs még. Utolsó lépésben pedig jöhet a smink fixálás. És nekem egészen véletlenül még a hajszínem is megy ehhez az egész mindenséghez. Ti is legyetek ilyen rafináltak, mint én. Hogyha tetszik, akkor készítsétek el ti is, és küldjetek nekem róla nyugodtan képet. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogyha biztosra akartok menni, akkor nyomjátok meg azt a kis csengőskét is, és akkor kaptok értesítést azonnal, hogyha feltöltöm a következő videómat. Keresetek Facebookon és Instagramon is, amelyeknek a linkjét megtaláljátok az infoboxban, és mindenkinek nagyon-nagyon szerelmes Valentin napot kívánok, de legfőképpen őszinte, igazi szerelmet és bizalmat, mert ez a legfontosabb. Legyetek jók, ha tudtok, drágáim! Találkozunk a következő videóban. Addig is millió puszi és ölelés nektek! Sziasztok!